sokan megváltani, sokan ötettek, köszöntök minden kedves vendéget itt az AlterEgo klubba. Édes szerelem, olyan jó képű fiú vagy, miért 8 nővel jöttél, bazd meg? A buzi bárba félsz valamitől, csillag? Hát neked van is mitől? De csak az fog történni veled szerelem, amit te is akarsz. Valamelyik a nővéred? Ezek fütul a kislányok. Két nővéredet is hoztad? Édes vasz, most egy bátyád nincsen, basszus? Azt kellett volna, hogy a bátyádat is volt, hogy öreganyád is szórakozzon egy picit, mert nekem még nagyon kis zsönge csirke vagy. Úgyhogy életed szeret a picit már rágósabb vagy, nem tudom. Itt az a jó képű szemveges ott hátul, csókolnak szerelme állítanban, vagy itt először? Édes szerelmem, soha többet nem jössz most, hogy megszólítottalak. De nem baj, majd nézel minket a YouTube-on, végre itt van YouTube, Zoli fölrak minden szart. De várják, várják az emberek. AlterEgo Channel, kimondott a csével kell beírni a keresőt. AlterEgo Channel, úgy kell rákeresni. Drága szerelmeim, mini kérdéseit hetero kislányt hozott magával, ő is ma van itt először, és van egyik utoljára. De nem, de egyébként mi szeretjük a lányokat, mert megváltják a jegyüket, úgyhogy abból van ő. Te fizetted? De jó lett hülye vagy, látod, hogy ide jutottál, hogy egy nőnek fizetsz, látod szerelme, amikor csak fasz jutna még ingyen, de hát, na mindegy. Csillagos, neked mondják, a faszomnak mondjam. Csillagos világkertje, öreganyjának az utolsó nyári hétvége, 9 fok van, hello, az utolsó nyári hétvégén. Mindenki volt nyaralni? Nem voltatok szerelmes? Hát én is tudod, hova jutottam el az idén, Tiszarofra. Ez jutott az meg a táncosnői véremből, azt jutott, hogy eljutott a Tiszarofra, mint egy 48 órára, ez volt egy nyaralás az idén. De kurva jó volt egyébként, tehát ez a Tisza, gyönyörű szép a Tisza, és a kocsma olyan kibaszott olcsó, hogy az valami egész elképesztő, hogy gondoltam, hogy öregségemre oda költözök, veszek ott valami vályogházat, és öreg anyátok ott fésülgeti majd a haját a Tiszapartján. Nem, akkor egyáltalán nem is lesz haja, mit fésüljek rajta. Na, drága szerelmeim, mielőtt belekezdünk a másik megtekszett transzugró csoportról műsorába, mindenképpen szeretnék felhívni minden kedves vendégünk figyelmét arra, folyamatosan írkáltok, hogy kell-e védettségi, folyamatosan kell védettségi. Május 28-a óta kell védettségi igazolvány mi hozzánk, és ugye mondták ma a tudósok, hogy jön a negyedik lepra hullám. Hát nem örülök neki, nem örülök neki annyira, úgyhogy a mai, ennek a hétvégének az a mottója, hogy amit ma bekaphatsz, ne halasz hozzá. Ez a lényeg, soha nem lehet. A maga szemüveges fiúnak is mondom, hogy egész helyes fiú vagy. Hogy amit ma bekaphatsz, most mutatok ide, csak nem látod, mert csak tevékített, hál' Istennek, az, amit ma bekaphatsz, ne halasz holnapra. Hol van, ne nem, te édes szerelmem, egy ilyen egészen elképesztő, szuper szexi fő, és mondta, hogy reméli, hogy ma nagyon vicces leszek, mert szeretne nevetni. Mondom, hát ne tudom a nadrágom, és már is mosolynak fog fakadni, és nevette. Valahol hátul bújdokol, mert nem szeretné, hogyha felismernék őt. Anyukám, csillagom, ez a melltartó nem szűk egy picit neked? Itt ül egyszer melltartóban, az meg egy nő. Nem is beszél magyarul? Beszélsz magyarul, szerelmem? Mert nem tűnik úgy a tekintetedre, hogy értenéd, amit mondok. De ez csak egy ilyen női vonás gyakorlatilag akkor. Ilyen meleged van, vagy levették a hatosan a pulcsidat? Ja, ott van a kis kezedben. Jól van, szerelmem. Na jól van, csak hogy hát azért itt mégis csak jó ízlésű buzik vannak, gondolom, majd meg visszaveszem. Ugye még egy cím vagy jó? De ez jó. Drága szerelmeim. Na, és itt van, bár most csak mint nézőként, itt van, drága szerelmeim, a 2021-es Drag Queen Hungary győztese, Szaszfő! Elképesztő hűséggel, elképesztő cuccban, elképesztő mellettel, ami aztán ott van a polcon pihen, nagyon jelens, tudod?
Hát nyilván nem így megy le a spárba, hát ugye lássuk be, hogy ez egy picit kocsi. Így megy le a spárba? Akkor keresnek egy zélját el, szépen, hogyha így megy le a spárba, akkor... Hát én is csak tudod, aki szokásos macbonat zengóba szokta bevenni. Na, péntek lévén természetesen kereóki is van. Kisasszonynak mi a kedvenc kultája? Mit fog énekelni a kereóki? Jézus Mária! Az egy szép dal! Gyakorlatilag minden reggel, amikor kimászok az ágyból, elérnek el, hogy Jézus Mária! Így egy picit, bár amikor mi a van merevedésen még reggel, akkor egy picit boldogabban mondom, hogy Jézus Mária! De csak azért van, mert kurva el kell úgy osznod. Egyébként az jó, a jó olyan prosztatámat, az azért van még erre az Isten reggelente, hát meg azért, mert nem te asszolod szívem, úgyhogy mert akkor aztán félhat egy életre. Na, drága szerelmeim az Úrban is, itt van az én drága észbontó szerelmem is, csokornak, csindámja anyának, szerepelt az észbontomban, nézzétek a akkor úgy érzem, hogy Victor Forever. Tehát, hogy az... Te érted ezt a poént. Tehát, hogy akkor Victor Forever, amikor azt a műsort nézem. Nem szerelmem. De te pénzért volt olyan hülye, vagy ti gyárilag? Az a baj, én eldöntöttem, úgyhogy azt tudom, hogy döntsd el, de eldöntöttem, hogy gyárilag. Na, drága szerelmeim, Hát Vártuk Szabi amerikai vendégekkel, úgyhogy egy magyar dallal készültem neki. Nyilván rejtett üzenettel. Nyomjuk egy rajt szerelmemet, tombol bennem a művész.